Kínában, csak mint a kínaiak. Az viszonylag általános szokott lenni, hogy amikor videózok, akkor az emberek megbámulnak. És korábban egy másik videóban erre úgy hivatkoztam, hogy mint hogyha még nem láttak volna fehér embert. Itt viszont az a helyzet, hogy tényleg sok ilyen turista látványosság körül találkozom olyan kínaiakkal, akik szerintem még tényleg soha nem láttak fehér embert. Kezdődött el az úgynevezett arany hét, a Golden Week, amikor is minden kínai kap egy hét szabadságot. Így el tudjátok képzelni, hogy a kínai nép az nem az, aki annyira sok szabadságot kapna a munkahelyéről. Úgy tudom, hogy eléggé sokan az évnek csak ebben az egy hetében vannak szabadságon. Ami azért elég meredek, hogyha jobban belegondoltok. Lássuk be, mindannyiunknak dolgozni kell azon, hogy mégis hogyan tudjuk megteremteni azt, hogy minél nagyobb szabadság legyen az életünkben, minél inkább rendelkezni tudjunk az időnkkel és az energiánkkal. És akik régebb óta követik a munkásságomat, ők gondolom, hogy el tudták képzelni, hogy ez nem egy szabványos, normális utazós videoblog lesz, hanem egy elég brutális propaganda tevékenység, ahol folyamatosan piszkálni fogom az embereket, hogy dolgozzunk a céljainknak az elérésén, tehát hogy mégis hogyan tudjuk megteremteni pontosan ezt a szabadságot. De ami ebből elsősorban kiemelendő, az nem más, mint az érzelmi intelligenciának a témaköre. Éppen ezért a mai videoblog egy kicsit oktatóbb jellegű lesz, tehát erről a témakörről fogok beszélni, ami nekem annak idején abszolút megváltoztatta az életemet, és biztos vagyok benne, hogy ha kellő energiát fektetsz belé, akkor számodra is óriási eredményeket tud hozni. Úgyhogy keressük egy helyet, ahol le tudok ülni, és várjunk is bele. Itt folytatjuk a mai videót, ugye úgy kezdtünk bele, hogy Shanghaiban kerestem egy helyet, ahol fel tudnám venni ezt a videót, ahol mesélek az érzelmi intelligenciáról. De hát Shanghai egy nagyon hangos hely, úgyhogy ilyet nem tudtam találni végül. Most már itt vagyok Pekingben, a Mennyország templomában, ami egy nagyon kis nyugis hely, és tényleg a tökéletes helyszín ennek a videónak a felvételére az érzelmi intelligenciáról, ami egy olyan fogalom, ami az elmúlt években hihetetlenül meghatározó volt a számomra. Tehát úgy gondolom, hogy rengeteg hasznot húztam abból, hogy jól megértettem pár évvel ezelőtt, hogy mégis ezek a dolgok hogyan befolyásolják az embernek az életét, és tényleg fel tudtam használni a magam javára. A lényeg, hogy ugye az, hogy mégis mit érünk el az életünkben, ez attól függ, hogy milyen döntéseket hozunk. Vannak nagy döntések, vannak kis döntések, folyamatos elágazások az életünkben, és van egy csomó olyan döntés, ami nem tudatosul a számunkra. Tehát oké, az, hogy mondjuk milyen pályán szeretnél érvényesülni az életben, milyen szakmát választasz, ez egy nagy döntés, amit tudatosan megfontolunk. Viszont az, hogy mondjuk egy napon keresztül, hogyha valaki, mondjuk valaki egész nap sorozatokat bámul, akkor nyilván volt egy csomó tudat alatt meghozott döntés. Tehát végül ugye valószínűleg úgy lesz vele az ember, hogy megbánja ezt, mert ez egy teljesen halogatással eltöltött nap, aminek semmi értelme nem volt igazából, és tényleg könnyű így elhalogatni az életet. De mégis ugye sok-sok döntés, amit viszont tudat alatt hoztál meg, és hát lássuk be, hogy a rossz irányba vezetett. Az érzelmi intelligencia azt teszi lehetővé, hogy ezeket a tudatalatti döntéseket is kézben tudjuk tartani. Tehát ez egy nagyon nagy fogalom igazából, éppen ezért nehéz beszélni róla, de két témáról fogunk beszélni a mai videóban. Ez az önismeret és az önfegyelem. Tehát az érzelmi intelligenciának az intrapersonális, személyen belüli jellegével fogunk foglalkozni. Van ugye egy másik jellege is, az interpersonális, a személyek közötti jelleg, amikor is ugye ide tartozik az empátia, a befolyásolásnak a képessége. Lényegében arról van szó, hogy azáltal, hogy felismerik, hogy mi a motivációja másoknak, hogyan hozzák meg ők a döntéseiket, mi az értékrendjük,
Ez alapján tudjuk befolyásolni őket. De ez majd egy másik videónak a témája lesz. Először azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan befolyásoljuk önmagunkat, tehát hogyan ismerjük fel a nagyobb céljainkat, hogyan ismerjük fel azt, hogy mégis mi a fontos az életünkben, hogyan tudjunk akkor is jó döntéseket hozni, amikor jó döntéseket hozni nehéz. Mert ugye mindenki dolgozik az élete folyamán nagyjából 40 évet. Tehát ugye akik most dolgoznak, ők 65 évesen fognak nyugdíjba menni. A legtöbb ember elkezd ugye 22-23 évesen dolgozni, sokan csak később, de hogyha elkezded felszorozni, hogy 40 év alatt ugye azt hiszem átlagosan évente van nagyjából 230 munkanap szor 8 munkaóra, és ezt 40-nel, mindenki nagyon sokat dolgozik. De mégis nagyon sokan nem érik el a céljaikat, a legtöbben nem érik el a céljaikat az életben. A legtöbben nem utazzák be a világot, nem élnek teljes anyagi függetlenségben, nem tudnak a számukra fontos dolgokra koncentrálni, hanem minden egyes, tehát az egész életük folyamán van egy szűkösség az életükben. És én úgy látom, hogy a 21. században megoldható az, hogy bőséget teremtsünk a magunk számára, viszont ehhez képesnek kell lennünk fókuszáltan dolgozni, elérni egy mesteri szintre egy adott szakmában, és ezzel olyan feltételeket tudunk megteremteni a magunk számára, ami nagyon kellemes életkörülményeket tesz lehetővé, viszont mindez nehéz. És ehhez valakinek, hogy valaki ezt elérje, ahhoz folyamatosan minden egyes nap olyan döntéseket kell hoznia, amiket nehéz meghozni. Nehézségeket kell bevállalni, kihívásokat kell leküzdenie, és a mai világ nagyon könnyűvé teszi azt egyben, hogy csak kényelmesen, csak meglegyünk. Ugye igazából 1000 forintért tudsz pizzát rendelni, havi 3000 forintért tudod nézni a Netflixet egész nap, és sokan ezt csinálják. Sokan nyilván nem tudatosan, de egy ilyen helyzetben süllyednek az életükben. És ezért annyira érdekes számomra egyébként Kína, mert itt van 1,3 milliárd ember, és el tudjátok képzelni, hogy ez az 1,3 milliárd ember igazából borzasztóan hasonlítanak egymásra. Ezek az emberek úgy vannak, hogy nem nagyon látom bennük az egyéniséget. Tehát pont azt látom, hogy ők élnek, aztán meghalnak, és ez egy szomorú dolog. De pont ezért annyira fontos, hogy emlékeztessük magunkat, hogy nekik sajnos nincsen lehetőségük előrelépni az életben, nekünk viszont megvan a lehetőségünk rá. Nekünk csak jó döntéseket kell hoznunk. Nekünk csak fejlődnünk kell, nekünk csak tanulnunk kell, nekünk csak a következő szintet kell keresnünk. A legtöbben nem teszik. Ugye úgy vannak vele, hogy hát most már megélek a fizetésemből, akkor most már el lehet menni nyaralgatni, el lehet költeni, meg lehet venni az új mobiltelefont, és a többi, és a többi. Mondjuk úgy, hogy természetesen ezeknek a döntéseknek mindig meg lesz a böjtje. Tehát mindig meg lesz a következménye, mindig egy ilyen időszakot, mindig nehézségek fognak követni, csak elképzelhet, hogy a kettő között eltelik 5-10 év. Szóval azt akarom mondani, hogy a döntéseinknek vannak következményei, és az érzelmi intelligencia segítségével tudatosabban tudjuk meghozni ezeket. Az érzelmi intelligenciának a lényege az, hogy naponta van 60 ezer tudatalatti gondolatunk, amik nem tudatosulnak, ugye például, ugye említettem már a döntéseket, az, hogy veszek egy szendvicset, vagy elmegyek-e a konditerembe, ezek tudatos döntések. Az, hogy milyen berögzüléseink vannak, milyen hiedelmeink, hogy mi az értékrendünk, ezek többségében nem tudatosulnak. Gondoljatok csak bele egy picit mondjuk hosszú Katinkának az értékrendjébe. Nyilván van egy csomó olyan hiedelme, hogy az, hogy én a maximumot hozom minden egyes nap, ez a kötelező, ez az, amit elvárok magamtól. Az, hogy folyamatosan fejlődök, ez az elvárás magamtól. És ez nyilvánvalóan nagyon könnyűvé teszi azt, hogy feszegesse a határait. A legtöbb emberben ugyanez a hiedelem nincsen meg. A legtöbb emberben a hiedelem csak az, hogy az élet az ez, nem kell mocorogni, nem szabad mocorogni, nem szabad kockáztatni, mert mi van, hogyha elbukom ezt, amit már megteremtettem a magam számára. És nyilván ez egy idő után, ahogy említettem, meg lesz ennek a böjtje. Viszont, hogyha valaki képes azonosítani a belső blokkjait, a félelmeit, a kihívásoktól való félelmeit, akkor könnyebbé válik leküzdeni őket. Önismeret és önfegyelem. Ez a két dolog nagyon erősen összefügg. Az önismeret az, hogy fel tudod ismerni ezeket a hiedelmeket, és utána, miután tisztában vagy ezekkel a hiedelmekkel, tudod irányítani őket, szembe tudsz menni a kihívásokkal, le tudod küzdeni a nehézségeket, be tudod vállalni azt, hogy mégis a következő szint felé dolgozol-e, avagy sem. És látni kell azt, hogy
Az érzelmeink abszolút a hiedelmeknek a következményei. Mondok egy példát, ami szerintem mindenki számára érthető lesz. Vannak ugye olyan emberek, akik félnek a pókoktól, de még a kaszás pókoktól is, amiktől igazából full ártatlan lények a kaszás pókok. És mégis nagyon sokan egy erős érzelmi reakciót mutatnak, amikor meglátnak egy ilyen ártalmatlan állatot. Ugye miért? Mert nekik valamiért van a fejükben egy ilyen hiedelem, hogy ez egy veszélyes állat. Nekem mondjuk nincs meg ez a hiedelem, és éppen ezért én semmilyen érzelmi reakciót nem produkálok a pókoktól. Mondjuk én a magasban félek, tériszonyomban. Ezt a hiedelmet például nem sikerült kiűzni a fejemből, nem tettem erőfeszítéseket rá igazából, hogy leküzdjem. De tudom, hogy van egy ilyen hiedelem a fejemben, hogy valamiért nekem a magasságtól tartózkodnom kell, és ezért ez egy félelmet generál bennem. Hogyha valaki tisztában van ezekkel a hiedelmekkel, akkor képes leküzdeni őket. Hogyha valaki sokszor azt mondja, hogy oké, én tisztában vagyok ezzel a blokkal, ezzel a hiedelemmel, de nekem a céljaim eléréséhez fontos, hogy le tudjam küzdeni ezt a nehézséget. Tehát egy tudatos döntést hozunk arról, hogy merre szeretnénk haladni, nem hagyjuk, hogy ezek a hiedelmek befolyásolják az életünket. Ez az érzelmi intelligencia, és ez az, ami minden egyes részét befolyásolni tudja az életünknek. Ugyanis, hogyha valaki csak úgy van vele, hogy ő követi a kitaposott életutat, csak azt éli meg, amit meghatároztak a számára, ugye elmegy egy oktatási intézménybe, kap egy papírt, és a következő 40 évben azon a vonalon halad tovább, valószínűleg sok-sok megbánása lesz, ugye? Nagyon sok célját nem éri el. Ezzel szemben, hogyha valaki azt mondja, hogy elsajátítja ezt a hiedelmet, hogy a mai világban a céljaimat elérni, ez lehetséges, utazhatok a világban, megcsinálhatom azt a vállalkozást, amit mindig is akartam, olyan életet élhetek, aminek a végén tudok írni egy olyan könyvet, amit fantasztikusan jó olvasni, és tényleg tanulnak belőle az emberek, ez egy értéket képvisel a számukra. Ez lehetséges a 21. században, nem csak egy szűk kör számára, egy kivételes elit számára, hanem a számodra is. Ha valakiben megvan ez a hiedelem, akkor onnantól kezdve könnyebb fegyelmezni magát. Könnyebb azt mondani, hogy oké, ezt elfogadtam, hogy a céljaim elérhetőek. Nyilvánvalóan lesz egy csomó mérföldkő, amit le kell küzdeni, egy csomó kihívás, amit le kell küzdeni, egy csomó készség, amit el kell sajátítani, és ez kemény, fókuszált munka lesz. De hajlandó vagyok fegyelmezni magam, és rávenni magam, hogy vállaljam ezeket a kihívásokat. Ez az érzelmi intelligencia. Ugye nem az, hogy hagyjuk befolyásolni magunkat a kétségeink által, hanem egy tudatos döntést hozunk, hogy mégis milyen életet képzeltünk el a magunk számára. Hogyha emlékeztek a barcelonai videóra, ott már beszéltem erről, ami egy jó példája volt az érzelmi intelligenciának, hogy a legtöbb ember hagyja azt, hogy az érzései befolyásolják a cselekvéseit, és utána ez határozza meg a karakterüket. Tehát mondjuk valaki úgy van vele, hogy most csak inkább halogatom ezt a fontos dolgot, ami ugye a cselekvés, tehát van egy ilyen érzés, hogy jó lenne kényelemben élni. Ez azt fogja eredményezni, hogy nem kezd el fókuszáltan dolgozni egy fontos feladaton, ami szépen egy lusta emberré teszi őt végül. Érzések, cselekvés, karakter. Mit szeretnénk mi pontosan fordítva haladni? Eldönteni, hogy milyen emberek ki akarunk válni, ezzel összhangban cselekedni, és az érzések követni fogják mindezt. Tehát onnantól kezdve, hogy elkönyveled magadnak, hogy mindez megvalósítható, mindez elérhető, onnantól kezdve sokkal könnyebb is lesz rávenni magad, hogy kézben tarts az érzéseid. És az, ami lehetővé tette a számomra, hogy az utóbbi időben például többen is úgy gratuláltak nekem, hogy tényleg azt látják, hogy amit én elértem, azt, aki hasonló szinten van, nekik nagyjából 10 évvel több időbe tellett mindez. És ez azért vált lehetővé a számomra, mert folyamatosan azonosítottam azt, hogy mi a következő kihívás, mi a következő kényelmetlenség, amivel nekem jól szembe kell néznem, jól pofán kell vágnom, jól rá kell vennem magam, hogy hiába nehéz ez az egész, de akkor is csinálni kell. Megzabolázni az ezzel kapcsolatos érzelmeket, mert minden egyes cselekvésnek, minden egyes döntésnek, nehéz döntéseknek van egy érzelmi ellenszelük. Viszont onnantól kezdve, hogy az ember helyre rakja a hiedelemrendszerét, ennek az egésznek lesz egy érzelmi hátszele, tehát motiváltabb leszel. Még egyszer, hosszú Katinka, el tudjátok képzelni, hogy az a csaj motivált elérni a következő szintet? Hogyha ő azt mondja, hogy végül is húztam egy világcsúcsot, akkor most már ennyi, most már beírtam a nevem a történelemkönyvbe, akkor most már csak ússzuk minden egyes nap ugyanezt, valószínűleg nem sokáig maradna példakép, igaz? Nem is jutott volna el ezzel a gondolkodásmóddal oda, ahol most tart.
számára nyilván a világ legtermészetesebb dolga új kihívásokat vállalni. És nyilván ő a világ legjobbja a saját számaiban, nem feltétlen kell önmagadat hozzá hasonlítani, vagy hasonló elvárásokkal viseltetni felé, mert nyilvánvalóan nem kell neked a legjobbnak lenni mindenben, vagy akár csak a saját dolgaidban sem. De képesnek kell lenni az embernek bőséget teremteni a saját életében. És ez nem egy olyan borzasztóan nehéz feladat. Úgyhogy az embernek az én szememben azon kell gondolkoznia, amit a legutóbbi meetupon említettem, hogy tartottam egy kis előadást, és mondtam ezt, hogy amit én csinálok, az az, hogy 3 hónapos kis projektekben élem az életemet. Erről már beszéltem egyébként korábban, és csak látom azt, hogy valamiért nem regisztrálódik az emberek fejében, hogy ez milyen iszonyatosan baromi fontos. Elvárni magunktól azt, hogy hónapról hónapra jobbak legyünk, hónapról hónapra új készségeket sajátítsunk el, képesek legyünk magasabb színvonalon teljesíteni. Mert Ez egy ellenállást okoz az emberekben. Kétségekkel tölti el őket. Hogy mi van, hogyha kitűzöm ezt a célt 3 hónap múlvára, kockáztatok, belevágok olyan lendülettel, mint még soha, és mindenkinek a tudtára adom, hogy el vagyok köteleződve elfelé a cél felé, és mégsem jön össze. Ez velem is megtörtént, nyilván sok projektem nem jött össze például. Vagy sokkal-sokkal kisebb eredményeket hozott, mint én azt vártam. Megtörténik. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg hónapról hónapra csak egy kicsivel előrébb tartsál. Viszont, hogyha teljesíthetetlen elvárásaid vannak magaddal szemben, ugye próbálsz hosszú katinkára hasonlítani, az nem fog eredményeket hozni, és pont ugyanúgy nem fog eredményeket hozni az sem, hogyha úgy vagy vele, hogy hát csináljuk azt, amit eddig. Gondolkozz ezen, az idei évben mi az az új dolog, amiben belevágtál? Milyen új készséget sajátítottál el? Milyen új kezdeményezések történtek meg a részedről, mivel vagy előrébb, mint 9 hónappal ezelőtt. Mert hogy eljutottunk az év utolsó 3 hónapjához. És én azt mondom, hogy meglehetősen jól sikerült haladni a kitűzött céljaim az idei évre, de tudom azt, hogy nagyon sokan nem. És ez kurvára idegesítő. Kurvára idegesítő, mert ehhez nem kell más csinálni, csak néhány kihívást bevállalni, néhány döntést meghozni. És azt látom, hogy olyan emberek, akiknek minden egyes lehetőségük megvan rá, tényleg bármit csinálhatnak, még egyszer, nem úgy, mint az itteni emberek, ők nem cselekszenek. Tudom, hogy szerintem ez disznóság. Olyan emberekkel szemben, akiknek nincsenek meg ugyanazok a lehetőségei, mint neked. És ezen érdemes gondolkozni. Tényleg, mi az, ami visszatart? Írd le akár ezeket a kétségeket. Tudatosítsd ezeket a hiedelmeket. Tudatos is, hogy mit szeretnél elérni az életben, azt, hogy mi tart vissza attól, hogy milyen lépéseket kutya kötelességed megtenni, mert enélkül nem fog megvalósulni mindez. Például én úgy látom, hogy az képtelenség, hogy valaki minden célját elérje, ha csak nem tanul meg angolul. Úgyhogy itt az ideje mindenkinek baromi keményen elkezdeni angolul tanulni, akik jelen pillanatban nem tudnak. Tudom, hogy már évekkel ezelőtt is piszkálásnak vették az emberek, hogy bögdösöm őket, hogy hé, és amúgy te tudsz angolul? El tudod olvasni azokat a könyveket, amiket javaslok, vagy sem? És már akkor is, évekkel ezelőtt is piszkálásnak vették, és azóta sem vágtak bele. Mi történt? Valakinek 1 év telt el, valakinek 2. Hogyan fogunk előre jutni? Hogyan fognak megtörténni ezek a dolgok, ha 2 év alatt nem tud valaki elérni egy ilyen dolgot, amivel kapcsolatban minden egyes nap szembesül az ember, hogy márpedig ez jó lenne, márpedig ez nagy előrelépés lenne. Ha ezt nem tudod megcsinálni, akkor miről beszélünk? Mi tart vissza, mi a következő szint? Milyen készséget kell magasabb színvonalon elsajátítani ahhoz, hogy előre tud lépni? Az érzelmi intelligencia ez, hogy egy madártávlati szemszögből tudunk nézni az életünkre, azonosítani tudjuk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami visszatart tőle. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy ezt meg tudod csinálni, már azt mondom, hogy jó úton vagy, és tényleg érdemes elkönyvelni, leírni ezeket a dolgokat. Hogy tudatosítsuk, és onnantól kezdve könnyebb legyen fegyelmezni magunkat. Ez volt a mai videó, köszönöm szépen, hogy végignézted, és hamarosan találkozunk a következőben. Addig is a legjobbakat!